aratás. 300 hektáron kezdődött meg a Dunaújváros környéki termőföldeken a búza aratása. Sándor Frigyes szobor. Szobrot kap a zeneiskola, az alkotást Rohonci Rohó István képzőművész készíti el. Nyári tábor. Jelenleg is tart az önkormányzat központi nyári tábora. Köszöntöm nézőinket, önök a Dunaújváros TV híradóját látják. 300 hektáron kezdődött meg a Dunaújváros környéki termőföldeken az elmúlt napokban a búza aratása. A mennyiséggel idén nem lesz gondja a gazdáknak, ám a minőség okozhat némi fejtörést a termelőknek, akik emiatt alacsonyabb felvásárlási árakra számíthatnak, mint az elmúlt években. Megkezdték a búza aratását a Dunaújváros határában fekvő termőföldeken. Az idei évben a szokásosnál hamarabb kezdődött a betakarítás, ám a mennyiséggel idén sem lesz gondja a termelőknek. Dunaújváros környékén mintegy 300 hektáron aratják idén a búzát. A búzát az idei évben 300 hektár területen termeljük, vagy termeltük, és ez természetesen csak egy szám, hisz ennek a dupláját fogadjuk itt a szárítónknál, illetve a tisztítás során, hisz a környékbeli gazdáktól is fölvásároljuk a terményt, ami azt jelenti, hogy több mint 20 gazdálkodó ide szállít a Pentele ZRT-hez. Márkli János hozzátette, a mennyiséggel idén sincs gond, ahogy a tavalyi évben sem volt, a minőség azonban okoz problémákat, annál is inkább, mivel a takarmánybúzát jelen körülmények között szinte lehetetlen értékesíteni. A tavalyi búzából még egy jelentős készlet sajnos megmaradt, ami azt jelenti, hogy szinte 1000 tonna még itt van az elmúlt évi búzából. Ez elsősorban az értékesítési nehézségek miatt maradt a nyakunkon. Most se jobbak a kilátások. Egyre inkább látszik az, hogy azért túltermelés van a kalászosokból. Hangsúlyozta, a takarmánynak szánt búza és árpa egyaránt jó termést hozott, azonban ezek értékesítése gondot okoz a termelőknek, ezért központi megoldásra lenne szükség. Hozzátette, az őszi árpa értékesítése szerencsésen sikerült, hiszen mintegy 1200 tonnányit exportáltak Szaúd-Arábiába. Újabb országgyűlési képviselő Dunaújvárosban. Galambos Dénes után ezúttal Pintér Tamás, a Jobbik Dunaújvárosi önkormányzati képviselője került be az országházba. Ő veheti át ősszel az országgyűlésből távozó Novák előtt parlamenti mandátumát. A Jobbik közleménye szerint az elnökség többkörös személyes meghallgatások után választotta ki a 35 éves Pintér Tamást, aki mérnök informatikusi és igazgatás szervezői felsőfokú végzettséggel rendelkezik és középiskolában tanít. Ez egy rendkívüli bizalmat jelent számomra, de természetesen nagyon sok feladattal és kihívással is jár. Az elmúlt időszakban önkormányzati képviselőként megtanultam azt, hogy itt a dunaújvárosiak képviselete mindenek felett való, mindent felülír. Én leendő honatjaként megtisztelőnek érzem azt, hogy innentől fogva a nemzet egészét képviselhetem, az ő érdekeit képviselhetem az országgyűlés falain belül. Novák előd mandátuma hivatalosan augusztus végén szűnhet meg, Pintér Tamás pedig a parlament őszi ülésszakának kezdetén, várhatóan szeptember közepén foglalja el a helyét a Jobbik képviselőcsoportjában. Szobrot kap a Sándor Frigyes zeneiskola. Az alkotást Rohonci Rohó István képzőművész készíti el. A tervek alapján a mellszobrot a zeneiskola mellett állítják ki. Emellett átalakítják a teret, ahol a zenekarok tarthatják a szabadtéri koncerteket. A szobrot várhatóan az átalakított térrel együtt október 1-én a Zenevilágnapján adják át. És akkor ezt formáltam meg ezzel az alakkal. A Sándor Frigyesről mintázott mellszobor elkészítéséről beszél az alkotó Rohonci Rohó István képzőművész. A gipsz már elkészült, jelenleg a zsűri döntését várják, hogy a szobrot kiállíthassák az intézmény melletti téren. Köztérre csak olyan alkotásokat lehet fölállítani, ahol a lektorátus jóváhagyása, illetve véleményezése szükséges hozzá. És ezt a lektorátusi zsűrit várjuk most. Úgyhogy bízunk benne, hogy nekik is tetszeni fog, és akkor utána a következő munkafolyamat, hogy megy az öntödébe,
akkor bronzba szeretnénk kiönteni, természetesen rendes mészkő talapzattal. A tervek alapján a Melszobrot a zeneiskola mellett állítják ki, valamint átalakítják a teret, ahol a zenekarok tarthatják szabadtéri koncertjeiket. Minden évben van egy szabadtéri koncertünk. Hát jelenleg, ugye, illetve az előző években ez füves területen zajlott, ami azért picit áldatlan itt a hangszeres zenéléshez. Úgyhogy amikor 3 éve iskolánk a 60 éves jubileumát ünnepelte, akkor vettük a fejünkbe, illetve az iskola vezetése, hogy ezt mi mindenképpen szeretnénk egy olyan méltó térré varázsolni. Izsák Máté a körzet képviselője kiemelte. Ez egy remek kezdeményezés, amely nem csak a körzet, de a város lakosságát is szolgálni fogja. Ez egy hatalmas lehetőség és hatalmas ajándék, úgy gondolom, mind a körzet lakóinak, mind az itt élőknek, de úgy gondolom az egész város lakóinak is, és egy kulturális intézményről van szó, a zeneiskoláról, ami kezd egy kicsit méltóbb helyet kapni, hangsúlyosabb helyet kapni a város életében és kulturális életében. A tervek szerint a szobrot az átalakított térrel együtt október 1-én a Zene Világnapján adják át. A Gajer Mátyás trió és vendégeik adnak koncertet szerdán a Petőfi Művészeti Ligetben. A zenekar tagjai már hosszú idő óta játszanak együtt különböző formációkban, ám ez lesz az első közös koncertjük ebben a felállásban. Ennek az összeállításnak apropója, hogy szinte mindannyian pécsi születésűek, és már a generációjuk vezető jazzzenészeivé nőtték ki magukat, így egy igazi fiatal pécsi All Stars együttest hallhat a közönség. A trió vendégeként Hofeker Dániel és Komjáti Áron lép színpadra. Jelenleg is tart az önkormányzat központi nyári tábora. Ezt a lehetőséget főként olyan családok veszik igénybe, ahol a szülők a nyári szünidő alatt nehezen vagy egyáltalán nem tudják megoldani a fiatalok elhelyezését. Az önkormányzat központi nyári tábora június 20-ától egészen augusztus 12-ig tart. Fűfejet készítenek ezek a gyerekek, akik részt vesznek az önkormányzat központi nyári táborában, amelynek a Vasvári Pál általános iskola ad otthont. A táborban a fiatalokat több csoportra osztották, akik felváltva vesznek részt különböző programokon, mint például a kézműves foglalkozás vagy a tánc. Hát így nagyon jó lenni ebbe az iskolába, táborba is, nekem minden jó ebbe a táborba. Nagyon jók, mindig nagyon izgalmasak, és mindig elmegyünk fagyizni. Mindig megyünk uszodába, és mindig játszunk, és egyébként nagyon jó a programok. A tábort általános iskolás korú gyermekek számára szervezik, és főként olyanok veszik igénybe, akiknek a szülei a nyári szünidő alatt nehezen vagy egyáltalán nem tudják megoldani a fiatalok elhelyezését. Azok, akik dolgoznak, napközben a gyerekeiket le tudják adni ide a napközis táborba, és itt foglalkozunk a gyerekekkel egész nap, reggel 6 órától lehet hozni a gyerekeket ide a Vasvári Pál általános iskolába, illetve van ügyeletünk a Gárdonyi iskolában és az Arany János általános iskolában is, délután 4-ig, 4-5-ig lehetnek itt a gyerekek. A gyerekeknek egész nap van programjuk. A gyülekező és a névsorolvasás után reggeliznek a résztvevők, a délelőtt további része pedig különböző sport, illetve kézműves foglalkozásokkal telik. Ebéd után a strandra is kilátogatnak a gyerekek, ezt követi az uzsonna. Az önkormányzat központi nyári tábora június 20-ától egészen augusztus 12-ig tart. A programon naponta mintegy 100 gyermek vesz részt. Továbbra is térítésmentesen igényelhető az az egészségbiztosítási kártya, amely térítésmentes orvosi ellátást biztosít az Európai Unió területén. Ehhez azonban azok a személyek juthatnak hozzá, akik a TB járulék fizetésével egészségügyi ellátásra jogosultak. Utazótáska, napszemüveg. Ezek a leggyakoribb kellékei a nyári hónapokban a nyaralási szezonnak is. A belföldi célpontok mellett egyre többen választanak külföldi úti célt a pihenésre. Ebben az esetben azonban érdemes különös figyelmet fordítani az egészségbiztosítási ellátásra. Ennek egy lehetséges eszközét jelenti az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Nagyon sok információt találunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a lakossági oldalán, a www.oef.hu oldalon,
a lakosságnak főmenüben az ellátásra való jogosultság szabályai itt részletesen megtalálhatóak, ugyancsak itt találhatóak meg azok az előírások, amelyek az Európai Egészségbiztosítási Kártyára vonatkoznak, amelyet célszerű igényelni abban az esetben, hogyha valaki az Európai Gazdasági Térség országaiba utazik, ez az Európai Uniót jelenti, illetőleg ezen kívül még néhány államot, Izlandot, Norvégiát, Liechtensteint és Svájcot. Ezeken a területeken az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges ellátást biztosítja a kártya tulajdonosa számára, azokkal a feltételekkel, amelyeket az adott állam a saját állampolgárai számára is biztosít. A térítésmentesen igényelhető kártyát az a személy kaphatja meg, aki Magyarországon is egészségügyi ellátásra jogosult. Szükséges a kiállításához a személyazonosságot igazoló okmány, ugye ez lehet útlevél, személyigazolvány, vagy új személyigazolvány esetén szükséges hozzá a lakcímkártya is. Szükség van még a tajszámot igazoló okmányra, és abban az esetben, hogyha valaki a rendszerben nem tűnik rendezetnek a jogviszonya, abban az esetben szükség lehet egyéb dokumentumra is, például a kereső tevékenységek végzők esetében munkáltató igazolás. A társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyek intézésére városunkban a Vasmi út 41 szám alatti irodaházban van lehetőség, az első emelet 101-es helyiségében. Az ügyfélfogadási idő csütörtökönként 8 óra 30 és 12 óra között, valamint 12 óra 30 és 15 óra között tartják. Az osztrák bajnokság után a világ egyik legerősebb versenysorozatában, az orosz központú Kijézselben is fújhatja a sípot a következő szezonban a dunaújvárosi Gebei Péter jégkorong játékvezető. Gebei július végén edzőtáborba utazik, amelyet szintén az orosz bajnokság szervez, majd augusztus 22-én már bajnoki meccset vezet a Kijézselben. Az osztrák bajnokságban az Ebelben töltött évek után a következő szezontól már a világ egyik legerősebb versenysorozatában az orosz központú KHL-ben vezethet meccset a dunajvárosi jégkorongbíró Gebei Péter. A játékvezetőt még az A csoportos világbajnokság egyik meccse után keresték meg az illetékesek. Gebei akkor időt kért a döntésre, és végül elfogadta a KHL ajánlatát. 2016-17-es szezontól ott vagyok, mint hivatalos játékvezető az orosz alapbázisú bajnokságban. Nagyon boldog vagyok, hiszen valóban egy olyan szerződést sikerült kötnünk, ami mindkét félről én azt hiszem, hogy elfogadható. Nekem nagyon fontos volt a biztonság, a kint létemnek a biztonsága, és nyilván az itthon maradt családom biztonsága, hogyha velem kint bármi történik, akkor ez le legyen papírozva, és ne az legyen, hogy gyakorlatilag eltűnök az orosz végtelenben. Úgyhogy ez tartott kicsit tovább. De mostanra most már minden rendben, most már ott tartok, hogy a vízumokat intézem. Gebei Péternek nem csak orosz vízumra lesz szüksége munkája során, hiszen, mint említette, a KHL igencsak nemzetközi mezőny felsorakoztató bajnoksággá nőtte ki magát. Jelen pillanatban van Horvátország, Finnország és Csehország az, ami az európai részbe számít, illetve teljes Ázsiát átöleli. Jelen pillanatban többen próbálkoznak Japánból bekerülni, de egyelőre a teljes orosz bázisú a bajnokság, az összes orosz tagállam részt vesz benne, és ami újdonság az, hogy Kínát beengedték a bajnokságba, tehát Pekinggel indulunk idén. A dunajvárosi játékvezető a bajnokság előtt július végén egy egyhetes edzőtáborban vesz részt, amely során megismerheti kollégáit, valamint bemutatkozik a sajtónak, majd augusztus 22-én vezetheti az első mérkőzést, amely után 2-3 hétig külföldön is marad, hogy további meccseken fújja a sípot. Közkívánatra újraindult a jegyelővétel a Rock Maratonra. A fesztivál szervezői a beérkezett nagyszámú kérésnek engedve újraindították az elővételt a fesztivál még hátralévő napjaira. Július 13-ától minden napra az azt megelőző este 18 óráig van lehetőség belépőt váltani a Ticketportál rendszerében online és országszerte a jegyirodákban. A helyszínen változatlanul 0-tól 24 óráig válthatnak készpénzért napi jegyet és bérletet. Szívkártyával minden nap 10 és 22 óra között van lehetőség vásárolni. Szerda hajnalban elszórtan valószínű zápor, zivatar. Napközben csökken a felhőzet, de délután ismét gomoly felhős lesz az ég. Késő délutántól estétől nyugat felől egyre több felé várható akár heves zápor, zivatar.
Napközben a nyugati, estétől az északnyugati szél élénkül meg, majd erősödik fel, hidegfront közeleg. Következnek főbb híreink még egyszer, röviden. Aratás. 300 hektáron kezdődött meg a Dunaújváros környéki termőföldeken a búza aratása. Sándor Frigyes szobor. Szobrot kap a zeneiskola, az alkotást Rohonci Rohó István képzőművész készíti el. Nyári tábor. Jelenleg is tart az önkormányzat központi nyári tábora. Anyagainkat a www.dstv.hu oldalon újra megtekinthetik. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.